Mint ahogy az előbb is említettem, a kuvasznak, meg általában egy munkacélra kitenyésztett fajtáknak az alap célra történt használhatóságát meg kell őriznünk. Tehát mire gondolok én? Az eredeti környezetben igenis jó, ha dolgoznak a kuvaszok, és kell is ezt egy fajtagoz egyesületnek kötelessége is ezt támogatni. Ugye mi támogatjuk ezt a kuvaszőr programban, meg régen volt egy erdélyi program, ami nagyon nagyszerűen működött. Ott a Puskás Feri volt ennek a atya, aki ezt megteremtette, és ennek elsődleges célja az volt ezzel, nem az, hogy ott most ezrével legyenek kuvaszok, ez is egy jó cél lett volna, meg lehet, hogy már lesz is, hanem a legfontosabb dolog az, hogy bebizonyítsa azt, és válaszoljon a kérdésre, hogy ez a kultúrkörnyezetben kitenyésztett fajta, amelyik be kell valunk, hogy a 100 évben ez kultúrtel sporttenyésztéssel maradt fönt a kuvasz. Alkalmas-e arra, hogy azt a munkát ellássa, amit 100-200 vagy 300-400 ugye elvártak tőle? És egyértelműen bebizonyosodott, hogy igen, alkalmas rá. Tehát az a kutya, amelyik kultúrkörnyezetben lett tenyésztve és kivitték oda, ugyanúgy szinte tudta a dolgát, mintha mindig ott lett volna. Nyilvánvaló, hogy másképp reagált az időjárási viszonyokra, hamarabb lefogyott, tehát más volt a táplálékfelvétel, minden, de összességében a funkcionálisan ragyogóan működött a kutya. Tehát ezt az értéket meg kell őriznünk, ezt elsődlegesen leszögezem. Második, nem lehet és nem is fönnmaradni a 21. meg 22. században az a fajta, amely csak egy célra tartják. Csak a sokoldalúság az, ami megmentheti egy fajtát. És nekünk, mint elismert tenyésztő szervezetnek kötelességünk ezt támogatni és ezt elősegíteni. És miután a kuvasz múltjában benne van a sokoldalúság, ezt a sokoldalúságot kötelességünk megőrizni. Hogy most a sportpályára megyünk, vagy agilitizünk vele, vagy flyballozunk, vagy akármelyik kutyás sportra, vagy bemutatózunk, teljesen mindegy. Vagy őrzővédő sportra. Nyilvánvaló, hogy az őrzővédő sportra megvannak azok a fajták, akik már 100 éve erre lettek tenyészve, német juhász, belga juhász, sorolhattam. Nem ezeket akarjuk leutánozni. De ott is szeretnénk helytállni. Én nem azért vettem részt például IPO munkaversenyen, hogy én most ott billírozzak és legyőzzem a német juhászokat. Ennek ellenére sikerült. Mert volt egy versenyünk, ahol 15-en indultunk, és első lettem vele, és nem nagyon vették jó néven ezt tőlem. Tehát, ha jó kezekben van ez a fajta, mindent el lehet vérni. Tehát itt nem kell megmosolyogni azt, aki engedelmest, vagy ipó, vagy agility, nem. Tessék utána csinálni. És az, aki veszi a fáradtságot, és föl kell hajnalba, és elmegy, és nyomot fektet, és föleszi a varjú a leszort érelmet, és másodszor is le kell szórni, és el kell mennem 20-30 kilométer, hogy megfelelő nyomterületet találjak, azt ne tessék ki mosolyogni és megnevettetni. Képes arra például, itt a bíborral is, aki az előbb itt őrzött, vele is, meg aki elhunyt 2 évvel a kutyám, jártam dankoros és fogyatékkal élők közé, és azt mondták a gondozónők, hogy 3 hétig nem lehetett a gondozottakra ráismerni, annyira másképp viselkedtek, és ami legnagyobb élmény volt nekem, hogy egy bekeretezett kis festményt kaptam, amit ezek a dankoros felnőttek meg gyerekek készítettek nekünk, és mondták, hogy ez a bíboré. És amikor megkérdezte tőlem a dankoros kislány, amikor átszorította a Jászminak a nyakát, és azt mondja, te miért szeret engem ez a kutya? Mondom, azért, mert te is szereted. És ez egy kölcsönös dolog. És amikor egy kisfiú, aki testi fogyatékos volt, és értelmi fogyatékos, és senkivel nem teremtett kapcsolatot, és ott volt az édesanyja, minden nap jött oda, és sétáltatták őt, és vitték ezt a kisfiút, ez így, ahogy történt, és a Jászmin oda ment hozzá, ránézett, oda ment, megnyalta a kezét, és a kisfiú rátette a nyakára a kezét. És úgy bekapaszkodva a szőrébe ment végig, az édesanyjának így potyogtak a könnyei.
sokan azt mondják, hogy nem, butaság megtanulni a kuvaszt aportozni, mi a fenének, nem kell, ez egy fölösleges, mert akkor a nyájőrzésnél akkor esetleg aportozza a juhokat is, ez is ostobaság. Tehát aki ilyet állít, ez kinológiai felkészületlen, nincs tisztában az etológiával, hogy működik egy kutya. Tehát ez nem akarom olyan szavakkal lehetni, de ez butaság. Tehát ez nem szabad így ebbe az irányba elmenni. Tehát azt mondom, egy ember is mennél többet tanul, és mennél több tudásra tesz szert, például nyelveket megtanul, zongorázni, az zeneileg művelt, az nem lesz kevesebb. Tehát egy kuvasz is, ha megtanul például egy bármelyik kutyásporton, és ott megállja a helyét, az miért lenne kevesebb? Hát nem lehet azt elvárni, hogy ő azt csinál, amit akar. Lehet, hogy az ő szemszögben igaza van, amikor a postás leszedi a bicikliről, de a postásnak biztos teljesen más a véleményem, meg majd amikor nekem fizetnek el érte, szintén. Tehát ezek, mondom, ez a három dolog, ami ide vezethet. Tehát, ha soha nem próbálta ki, vagy irítség, féltékenység, vagy én nem tudom, csinál, akkor más se csinálja. Vagy van valami, nem tudom, valami szenvelgés, vagy nosztalgia, hogy ezt a kutyát nem lehet csak erre használni, hogy tényleg a juhok meg a fönt legyen a vadállatok védelme mellett, nem tudom, tehát ez is benne van, tehát ez valami, nem is tudom ezt mivel fejezhetném ki, tehát talán tudatlanság, nem tudom. Ugye sokan engem megköveznek azért, hogy tanítom és nevelem a kutyáimat, és szót fogadnak őkkel, menjen a kiképzőben mindenhol, letöröm a kuvasznak az önérzetét, a büszkeségét, az önállóságát megfojtom, mi is a gonosz dolgok, amit csinálok. Elmondani kell egy történet, az agility pályán. Hát olyan 36 fokos meleg volt, és végigmentünk a Dorka kutyámmal az agility pályán. Nem is én vezettem, hanem a lányom. Mondtam, a lány, menjél te most vele. Ez Gödöllön volt egy agility verseny, és előzőleg a kutya ott egy csapnál bugyogott a víz, ott ivott. Akadály gyönyörűen szépen teljesítette, majd az egyik akadályt Robiko végzett, egy palánkon volt, kirohant, ivott egy pár korcs vizet, majd visszarohant, és újból folytatta a munkát. De volt egy másik édes történetem, ami a kutyaiskolában jöttem haza, és hát nagyon jó dolgozott a kutya, őrzővédő munka volt, és mondták, hogy jövő héten lesz egy komoly rendezvényünk, neked kell bemutatni az őrzővédő munkát. Olyan büszke voltam, mert a régi öreg Skodán mentem, a kutyám ott volt hátul a Skodán, és hogy elgondolkodtam ezen a történet, hogy hát engem, hogy mennyire tisztelnek most, a német juhászok is befogadtak. Maguk közül olyan boldog voltam, mert eleinte sok megaláztatásban volt részem, és hirtelen elém kajnod egy sportkocsi, és majdnem nekem volt az előnyöm, majdnem neki mentem, mert rányomtam a dudát meg a fénykürtöt, erre gyorsítottam, a hirtelen megint lefékeztek, megint gyorsan, megint direkt szórakoztak velem. És utána megint csinálták ezt, és utána kiugrott ilyen három vagy négy suhanc a kocsiból. Nekem is eldurant a fejem, én is kirohantam, szaladtam feléjük. Meggondolatlanul persze, a dűnem jó tanácsadó. És egyszer csak azt láttam, hogy amilyen gyorsan szaladtak felém, olyan gyorsan szaladtak vissza. Mondom, ja, így megijedtek tőlem, erre ezer rohant mellettem a kutya, és rohant utánok. Tehát látták, hogy a gazdi bajban van, kiugrott, mert nyitva volt az ajtó. Ez úgy hallottam volt a főútvonal közepén. És ott járókelők is nézték, hogy mi van, és rohan tudná, de hát az autót nem ért utal. Tehát itt az önállóság. Előtte fegyelmeztem a kutyát, őrződött minden, de amikor gond van, és a gazda nem szólt, hogy nekem, hogy gyere védjél meg, mert önmagától megtette, tehát nem igaz. Nem lehet a kutyából az önállóságot ezzel kiszedni, ez butaság. Tehát az önállóságot azt megtartja, a fegyelmet megtartja, a megbízhatóságot megtartja, tehát egy őrzővédő sport és felkészítés, azt megtanítom arra, hogy mikor igen, mikor nem. Ez erről szól ez a kérdés. Tehát nem az, hogy én most eltöröm az egyéniségét, vagy vadítom, vagy úszítom valakire, ez butaság. Nem. A stop, a fékeket be kell állítani, és nekem az a köteles, hogy megtanítsam, hogy mikor szabad, mikor nem.
bizonyos nevelést és következetes viselkedést el kell várni a kutyától és a gazda részéről is. Tehát egy magabiztos, nyugodt, kényelmesedett embernek való a kuvasz és minden őrzővédő fajta, ezt tudomásul kell venni, mert bizonyos fokon azért egy fegyver az ember kezében, mert azért egy csivava is lehet kemény és agresszív, de beleharap a kezembe, azt elviselem, de ugyanezt megcsinálja egy kuvasz, abban már nagyon komoly sérülést okozhat. Tehát erre oda kell figyelni. Semmiféle, hogy is mondjam, plusz recept nem kell a kuvaszhoz.